Ismét a Frank-hegy közművesítése volt a fő téma, közmeghallgatást tartott az önkormányzat. Koczogi futóiskola indult a művelődési központ szervezésében. Emellett közösségteremtő sétaklub és túraklub is várja az érdeklődőket. Aranyásó, Bandita és Tünde egy asztalnál. Játszóház fiatal felnőtteknek az ifjúsági klubban. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. A felszólalások többsége most is a Frankhegyről szólt a közmeghallgatáson. Jó estét kívánok! Azt sérelmezték többen is, hogy míg Budaörs más részein az önkormányzat épít és fejleszt, a Frankhegyen ezt nem teszi meg. Mint elhangzott, pénz hiányában nem tud közművesíteni a város. Az ilyen pályázatokon pedig nem tud indulni, mert nem felel meg a feltételeknek. A csöveket a lakosoknak saját költségen kell kiépíteni, mint ahogy korábban is ez történt a városban. A hivatal azonban segít az adminisztratív feladatok elvégzésében. Persze ez sem teljes megoldás, hiszen például a Fátyol utcában megépülhet a vízvezeték, ha a tulajdonosok állják a költségeket. De kérdés, hogy milyen vastag lesz a cső, amit leraknak. Ugyanis ha feljebb az Erdész utcában is vizet szeretnének majd egy későbbi időpontban, akkor már nem mindegy, hogy milyen kapacitású csövet raknak a földbe. De azért más téma is volt. Elhangzott, hogy a Szivárvány utcában 5 társasház 1 hőközponttal rendelkezik, ezért ott a lakosoknak jóval többet kell fizetni a melegvízért. Következik a közel 3 órás fórum összefoglalója. Wittinkoff Tamás budaörsi polgármester hagyományos prezentációjával indult az őszi közmeghallgatás. Ebben elsősorban az elmúlt év legfontosabb fejlesztéseit mutatta be. Ezt követően a rendezvény egy sajátos frankhegyi lakossági fórummá alakult. Bár az első felszólaló önmérsékletre intette a társait, lényegében a többség folyamatosan az 5, 10, 15 vagy éppen 25 éves sérelmeiről tartott beszámolót, annak ellenére, hogy a város polgármestere a bevezetőben éppen arról beszélt, hogy a legutóbbi egyeztetéseknek köszönhetően segíteni szeretnének abban, hogy egy-egy kis közösségben megindulhassanak a fejlesztések. Mészáros Csaba erre reflektálva egy kérdéssel kezdte felszólalást. Hogy valamiféle előre mozdulás, pozitív fejlemény alakul Frankhegyel kapcsolatban, de egyszerűen kevés volt az, amit ön elmondott. Szeretném, ha mielőtt rátérek erre, amivel készültem, elmondanám, hogy miben nyilvánul meg az önkormányzatnak a módosított magatartása. A kérdésre Bocsi István, a települési edzője válaszolt. Az mindenki számára világos volt, és azt gondolom ma is világos, hogy az önkormányzat nem fog tudni kilépni abból a határozott és ma már korlátok közé sem szorítható álláspontjából, hogy utat enged a fejlesztésnek, de nincs abban a helyzetben jelenleg anyagilag, hogy ehhez azokon a meghatározott költségeken kívül, amit eddig is felvállalt, amit ön is joggal kérdez, néhányat említve, ideértve ugye a víztározónak a 70 millió forintját, azt mondta az önkormányzat, hogy a tervezésekben jó részeket vállal, ezt el is indította, az építési szabályzatot megalkotja, az útépítésekbe is beszáll mindenkori költségvetési lehetőségétől függően. De azt mondta, hogy látva a lakossági akaratot, és néhány nagyon értelmes kezdeményezést, hogy önmagában az önkormányzat nem áll ellen annak, hogyha egy-egy terület azt mondja, hogy ő szeretne fejlődni, ehhez a szükséges feltételeket ő megteremti, engedje útjára ezt az önkormányzat. Elég nagy dilemmába kerültünk azzal kapcsolatban, hogy vajon ez megfelelő előre mozdulása. Mindig 2 dolog az, ami ebbe mozgatott bennünket, hogy engedjünk utat annak, hogy a, mondjuk egy csoport, aki megteremti a feltételét, és akkor azt mehessen előre, de kizárjuk-e ezzel azt, hogy az egész tovább fejlődjön. Végül azt a megoldási javaslat született, hogy azokon a területeken, ahol a műszaki feltételek adottak, és a tulajdonosok közössége vállalja azt, hogy előre mozdulhasson a terület, ott az önkormányzat nem állít ezzel emellé adminisztratív akadályokat, sőt, mindenféle adminisztratív segítséget, ami ebbe nyújtani tud, azt megadja ezeknek a csoportoknak.
Mészáros Csaba a jegyző összefoglalóját követően nem olvasta fel a panaszát. Kemény Árpád viszont az elhangzottak ellenére kritikával illette a város vezetését, és azt is hangsúlyozta, hogy polgári peres eljárást indított a település polgármestere, a jegyzője, majd később a hivatal és a képviselőtestület ellen is. Fizetünk építményadót, fizetünk gépjárműadót, aki ide van bejelentve, és iparűzési adót rengeteget. Igaz, hogy nem közvetlenül, hanem a vállalkozásokon keresztül, de mi a Frankhegyről igen sokat vásárolunk a Tesco-ba, Auchan-ba, STB szolgáltatásokat veszünk, és abból a mi pénzünkből is jön össze a önkormányzat bevétele. Azt mondta a polgármester, hogy a budaörsi lakosok megfizették az útépítést, és ezért kell a Frankhegynek is. Hát ez egy kis csúsztatás, nagyon kevesen fizettek, ugyanis az történt, hogy valamikor fölépült a lakótelep, aztán társasház lett belőle, a tulajdonosok megvehették 15%-áért az értéknek, ez országos jelenség volt, vagyis semmit nem fizettek a budaörsi lakosok, túlnyomó többsége semmit nem fizetett az utakért. Ennek az összehasonlítása zöldövezeti ingatlanokkal, hát ez legalábbis sajátságos. A lakótelepen nagyon nagy lakósűrűséggel, 2500 lakásban 10 000 ember él. Ha a Kemény úr azt gondolja, hogy az önkormányzatnak tőlük kellene az útépítéshez pénzt szednie, akkor csak az önkormányzatiság alap kérdésével nincs tisztában, úgyhogy én ezt ennyivel szeretném elintézni. Én azt gondolom, hogy miután ön is mosolyog rajta, körülbelül valóban a kérdés ennyire lehet, ezt a kérdést ennyire lehetett komolyan venni. Ezzel szemben természetesen igaz az, hogy a város családi házas övezetében jelentős részben önerős módon valósultak meg csatorna, gáz és egyéb közművek. Albert Béla a felszólalók közül élt a felkínált lehetőséggel, és egy probléma megoldásához kért jogi tanácsot a települési edzőjétől. Nagyon jó az a fejlődésnek a hozzáállása önkormányzatnak ehhez, hogy elindulnia a vezeték fektetése, de mindannyian tudjuk azt, hogy van egy olyan pont, amit mi a frankhegyiek, legős azok a rész, akik ott laknak, nem tudják megoldani. Ez pedig az bizonyos ominózus úgynevezett szűkületi pont a Fátyi utca felső részén. Én úgy gondolom, hogy demokráciában és jogállamban az lehetetlen állapot, hogy egyetlen egy tulajdonos bármi módon döntést hoz arra, hogy több száz ingatlan tulajdonos ne kapjon vizet. Na most ennek csak egyetlen egy módja van a jogi államban, hogy ugye tekintettel arra, hogy gondolom én a közút, az út az közterület, ugye? És ezért úgy gondolom, hogy kisállítást egy szervnek kell végezni a önkormányzatnak. Nem tudom, jól tudom-e, van-e más is, aki kisállítást tud végezni? Jelenleg a jogszabályi környezet olyan, hogy nem csak a önkormányzat tud kisajátítási eljárás lefolytatni, hanem például a víziközmű társulat is. Mi a korábbi megbeszéléseken is ezt szorgalmaztuk, hogy a víziközmű társulat sajátítsa ki, a társulat gyűjtse össze ennek a megfelelő anyagi vonzatát, és mi azt ajánlottuk ebbe a kérdésbe, hogy mi adminisztratív segítséget mindent meg fogunk ehhez adni. Molnár Gyula a frankhegyi közbiztonság áldatlan állapotáról referált hosszasan, majd a település polgármesterét vonta kérdőre a korábbi kijelentései miatt. Pruhászka Zoltán is közel negyed órában ostorozta a város első emberét, főleg amiatt, hogy őt, a bevallása szerint, korábban telek spekulánsnak minősítették. Bevallom, hogy építési szándékkal vásároltam a Frankhegyen telket, és így kerültem abba a csöbörbe, amiben számos budaörsi, aki történetesen a Frankhegybe szeretett bele, és nem a török ugradóba. Ennyi a különbség amúgy az ott most élők között és mi közöttünk. Nyilvánvaló, hogy pár évtized múlva a Frankhegy beépül. Ha a jelenlegi tulajdonosok, akik kötődnek a Frankhegyhez, most eladnák a telküket, és nem vállalnák ezt a kálváriát tovább, akkor utána soha nem fognak tudni ezen a területen a családjuk számára telket vásárolni, ha egyszer megszűnnek ezek az áldatlan állapotok. Ezért tartjuk ezeket a telkeket, és mi ilyen értelemben spekulálunk a jövőre nézve. Az idő előre haladtával már lényegében egy vitafórum alakult ki a közmeghallgatáson, melyet Szél Attila és a település jegyzője között kialakult szópárban jellemzett leginkább.
egy jogalkotási jogosítvánnyal kell élniük, ami azt mondja, hogy igen, ha megcsinálod a vizet, és a meglévő vízzel ellátottakat átsorolom lakóba, és indítsátok meg a támogatás kérelmet. Ennyit kérünk. Emlékeim szerint a Fátyol utcába készült változási vázrajz, ami a közterületeket tartalmazta, nem emlékszem, hogy lett volna benne háromnál több telek, ami nem lett volna érintve, hogy le kell neki adni területet. A Fátyol utcai vázarajzzal az a baj, hogy a jelenleg érvényben lévő irányadó szabályozási vonalaknak sem felel meg, és egyébként pedig szabályozási vonalat nem lehet irányadó. Ez jogkérdés, és ebben ön ért. Most Attila, akkor megkérdezhetem, hogy meg lehetséges, hogy... Bocsánat, azt mondta, hogy nem kellett a Fátyol utcához hozzányúlni. Én meg azt mondom, hogy a elkészült vázarajzon alig van olyan telek, ha van egyáltalán, amihez nem kellett hozzányúlni. A telekalakítási vázrajzot önök készítették, az önök által elfogadott szabályozási tervtől eltérően. Az önök tervezője, az Innovit BT kimondja, hogy jelenleg Frankhegy közterületein a közművek elhelyezhetők. Ma már nem azért kell szabályozni, hogy én elhelyezhessem a közművet, hanem azért, hogy az önök által európainak mondott színvonalú utak 5 méteres burkolat két oldali járdának legyen helyigénye. De ez egy második szakasz. A közműfejlesztés nem akadályozza az ön azt mondja, hogy építéshatóságnál dolgozik, biztos tudja. Van-e olyan közmű Magyarországon, amit egy méterben nem lehet az összeset elhelyezni? De szerintem nincs. Egy méterben is mindent el lehet helyezni, így szépen egymás fölött. Csak mennyibe kerül? Nem. Nem lehet. Ezt az MS szabvány írja elő. Ön most közmű alagútról beszél. Túlzok, de azt mondom, hogy amit ön mondott, összecsúsztatja a dolgokat. Mert az, hogy egy adott területen a közművesítéshez mennyi hely kell, nem kell hozzá hely se akár, vagy egy méteren is, akkor, ahogy ő mondta, közműalagútba el lehet helyezni. És az ki fogja kifizetni azt? Nem. 4,5 méter a minimális szélesség, ahol horizontálisan egymás mellé el lehet helyezni a közműveket. Nem, csak azt mondom, hogy a meglévő közterületek, én odafigyelek, jegyző úr, én azt mondom, hogy a meglévő közterületi szélesség elegendő. Tehát a közművekben hagyjanak minket érvényesülni, az útépítés az egy második szakasz legyen. Ezen bukik 96 óta a közművesítés. Megoldás végül nem született, és a frankhegyieken kívül más nem is igen szólalt fel a közmeghallgatáson. A Művelődési Ház őszi programjairól lesz szó a következő szűk negyed órában. Itt van Simon Erika, a MIF Központ vezetője. Kezi Csokrom, jó estét kívánok! Estét. És Gyurcsák Szilvia, aki a Kocogi Futóklubot szervezi és vezeti. Nyilván azért hívtuk Kezi Csokrom, hogy beszéljünk erről a futóklubról is, és akkor, ha megengedi, akkor vele kezdjük, hogy kerül a csizma az asztalra. Kocogi Futóklub a Művelődési Házban, holott a Művelődési Házban nincs tornaterem. Hol futnak? A Hermann iskola pályáján, itt a lakótelep szélén. Ezt találtuk a legjobb helynek a futásra. Ugye rekordtán pálya van, azt lehet tudni, mégse az utcán futunk, és itt össze tud jönni olyan csapat, hogy aki már esetleg haladó, vagy aki kezdő, akkor is mégis egy társaságban vagyunk, közös gimnasztikával kezdünk, és utána mindenkinek saját magához mérten alakítom ki az edzését. Kicsit ilyen atlétikus edzés van, tehát nem csak futunk, hanem mindenféle futóiskolát, erősítő gyakorlatokat is betettem az edzésprogramba, és ez most már másfél éves ez a futóklub, és akik kezdték, volt, hogy sétával kezdték, és most már nyáron a budaörsi futóversenyen a 7 kilométeres távot lefutották a váltóban. Akkor erre vagyok a legbüszkébb. Ennek az a lényege, hogy ebben az esetben a futás az nem egy egyéni sport, hanem egy csoportsporttá válik, tehát mások is futnak, a másik inspirálhat engem, hogyha ő bírja, akkor nekem is kell? Igen, ez volt az elsődleges célom, és azért is a nevünk, hogy Kocogi, hogy aki egyedül nem ismert el indulni futni, illetve nem tudta, hogy kezdjen neki, az egy olyan csoportot találjon, ahol egy az, hogy nem egyedül kell futnia, és egy kis útmutatást kap, hogy nem csak felveszem a cipőt és elindulok, hanem bemelegítek, futás után kicsit lenyújtok, kicsit beszélgetünk, átbeszéljük, hogy mi a célunk, ebben fogyni szeretnénk, erősödni, vagy csak a fittségünket, egészségünket megőrizni. És miért a Művelődési Ház égisze alatt indult ez el? Hiszen azok alapján, ahogy elmondja, lehetne ez mondjuk a BSC-nek is az amatőr futó klubja vagy futószakosztálya. Hát igazából én Simon Erikát, a művelődés az igazgatónőjét már gyerekkorom óta ismerem. Ő ismert engem, hogy én egy futó őrült vagyok, úgymond, és annó
úgymond én szeretettem meg vele is a futást, és amikor a Művelődési Ház kapott egy ilyen lehetőséget, hogy több sportágat elindítson, szabadidős sportot, akkor úgy gondolta, hogy a futást azt mindenképp nekem szeretné adni. Hát ez elsőre nem is mondtam igent az elfoglaltságaim miatt, de amikor átgondoltam, hogy egy ilyen kocogi klubra biztos szükség lenne, meg többen megkerestek itt Budaörsről, akkor végülis igen mondtam, így kerültünk a Művelődési Ház szárnyai alá. Ez akkor azt jelenti, hogy több sport. Milyen sport van még a Művelődési Központban? Hát a sétájban, ami igazából nem sport, hanem egy kikapcsolódás, és ugyanígy egy közösségteremtő, és mégis kültéri program. Ez hetente kétszer van, és akkor egy bizonyos útvonalon sétálnak végig, bárhol be lehet kapcsolódni, vagy előbb abba hagyni, ez egy másfél órás séta. És hát a súranók, akik egy túracsoport, és ők is most már 2-3 éve, több mint 2 éve vannak, ők pedig havonta kétszer elmennek egy nagyobb túrára. Ez akkor azt jelenti, hogy a Művelődési Ház életében meghatározóak, vagy meghatározóbbak az ilyen állandó csoportok, körök, mint mondjuk egy-egy aktuális nagyobb program? Ő ugyanolyan fontos, és de mégis talán abból egy kicsit fontosabb, hogy ezek a lehetőségek közösségteremtő helyek, tehát és egyfajta a budaörsi életérzést erősítő az, hogy én összejárok mással, találkozom mással máshol, megismerjük egymást, és nagyon sok barátság is kialakult már, egymás segíték. Tehát ezek azt gondolom, hogy így magát a várost is erősítik, és egymást. Ezeket hogyan lehet szervezni? Meghirdetik, belekerül a programfüzetőbe, felkerül az internetre, és ennyi, és jönnek? Hát igen. Tehát így lehet közönséget szervezni, működik, van rá érdeklődés Budaörsön. Én azt gondolom, hogy igen, persze van egy mag mindenhol, és akkor jönnek újak, valaki kimarad, tehát a csoportban talán ez is jó, hogy nem egy ilyen kötelező, tehát hogy amikor érzi az ember, hogy most elindul, akkor el tud menni, sétálni, kocogni, túrázni. Ezek mellett még vannak más sportprogramok, sporttal kapcsolatos, van pilates óránk, jóga óránk. Bocsánat, pilates, ez mit jelent? Hát a jelentését nem fogom tudni megmondani, de őrülten jó. Mit csinálnak, akik a pilates órára mennek? Hát talán mozgalmasabb, mint a jóga, de ez is függ attól, hogy milyen jóga típushoz hasonlítom. Ugyanúgy az izomcsoportokat mozgatja meg azokat, amiről azt hinné az ember, hogy ott nincs is izom, tehát úgy jön ki utána az óra után, hogy olyan érzete van, hogy Jézusom, ott is van valami. Segíti. Tehát nem festmények készülnek a pilates órán. Nem. Tehát segíti, tehát hogy így egyensúlyba hozni magát az egész testet. Sporton kívül milyen állandó csoportok, körök működnek? Mihez várnak még csatlakozókat? Hát van egy hangoló csoportunk, a Tóth László tartja, ő a mi hangtechnikusunk. Ez olyan 10 és 14 éves, általában fiúk jönnek csak, és a hangtechnikát tanulják. Ez azért is izgalmas nekik, mert most már eljutottak oda, hogy folyamatosan a mi rendezvényeinken ők is besegítenek a hangosításba. Tehát, hogyha van egy csoki bár, vagy akár egy szélrózsa, vagy bármilyen más eseménynél, ahol nem olyan őrületesen nagy technikai igény van, akkor ott készülődnek, tehát ők is segítenek. De ez, bocsánat, de ez tényleg tök érdekes. Tehát sokféle kezdeményezést hallottam, meg láttam már az országban. Ilyen torna, olyan mozgás, de hogy valakik hangtechnikusokat képezzenek, vagy azt tanítsák, ilyen még nem is volt, vagy legalábbis nem hallottam még róla. Ez tényleg újszerű kezdeményezés. Az már 2 éves, ez is. De hogy az országban nem... különlegességnek számít. Nem tudom. Jó. Tehát fontos volt, ugye nekem nagyon fontos, hogy a tanár, tehát hogy ki a csoportvezető, mert azt gondolom, hogy ő tartja a kezébe, és ővé onnantól a csoport az, hogy kiválasztjuk hozzá a tanárt, de ő az, aki utána ezt erősíti, vagy még kiteljesíti ezeket a csoportokat. És hogy egyetem milyen a tanár belülről, tehát, úgyhogy akinek ez így nem megy, le is morzsolódnak az emberek, aki egy olyan nagyon izgalmas, szép, vagy nagyon jó személyiség már belül is, az vonza az embereket. Ezen kívül? Ezen kívül
ugye beszéltünk a jóga, a pilatesről, van gerincjóga nyugdíjasoknak, itt is már egy kis csoport kialakult, tehát nem rohannak el az óra után, megállnak, vagy összeülnek és elmennek együtt, akkor nézem azért időközben. Fontos még a fafaragás, ott is időközönként én beülök, tehát ez is ez a 10-től 14 éves, inkább fiúk, és hát minden, tehát a fafaragásról szól, de azt a beszélgetést végighallgatni ott csöndben, hogy ők miről beszélgetnek, tehát valami fantasztikus, tehát, és nagyon nyitott mindenki. Akkor tanulástechnika, amit fontosnak találok még, ez is általános iskolásoknak szól, és segít abban, hogyha problémájuk van a tanulásban, hogy akkor azt megoldják. És ez azért is találom fontosnak, mert hogy a későbbiekben ugye már önállóan kell tanulni, tehát egy rendszert, valamit fel kell venniük ahhoz, és ez egy nagy segítség. Az összes programunk az jóval olcsóbb, mint a városban, és szerintem fantasztikus tanárokkal, úgyhogy érdemes megnézni mindegyiket. Ez nagyon sok ingyenes rendezvényük is van. Igen. Nyilván egy közművelődés intézménynek ez is szempont, hogy ingyenes legyen, hogy még többeket tudjanak becsábítani. Mondok a jövő hétből néhány programot. Uh-huh. Október 14 Gregor Bernadettel. Igen. A Szakíts, ha tudsz című albumról dalkísérettel beszélgetnek. Igen. Ingyenes a program. Október 16-a Olasz nyelv kezdőknek című film ingyenes. Aztán október 18, Sündisznocska lovagol, báb előadás. Igen. Október 19, Biciklivel Izraelben, szintén ingyenes program. Uh-huh. Ezekről beszéljünk valamelyikről, vagy mond még mást? Hát, hogy még több programot soroljunk fel. Vagy beszélhetünk ezekről is. Hát, mégis szerintem minden benne van, amit most elmondott igazából. Tehát, hogy ingyenes, és igazából azért is, hogy mindenki ez eljusson. Tehát nem azért, hogy becsalogassuk az embereket, hanem azért, hogy még többen tudják élvezni azt, ami a mindennapokban van. Tehát egy-egy előadást, vagy ez a filmklub volt, amit ön említett, tehát ott is már megvan egy ilyen kis mag, aki folyamatosan jár. Tehát, és ez egy közös mozinézés, úgy, hogy előtte a filmről még beszélnek. Igen, azt szokták mondani, hogy egy település akkor igazi település, ha ott van közösségi élet. A közösségi életnek pedig meghatározó részei az ilyen programok, ahol abszolút találkozhatnak. Igen. Az ott élő. A futóklubról végül akkor néhány információt. Aki most úgy dönt, hogy szeretne futócipőt venni, az hogyan tegye ezt meg, hogyan jelentkezhet, hogyan csatlakozhat? Hát ingyenes ez a csoport is, elmondanám, hogyha esetleg ez nem derült volna ki, tehát bárki bármikor csatlakozhat hozzánk. Én azt szoktam javasolni, hogy nem a legdrágább futócipőt kell először megvenni, de most már olyan helyek vannak, ahol az eladók, hál' Istennek, elég jól ki vannak képezve erre, és mindenkinek segítenek, megkérdezik, hogy egy héten mennyit futnak, hol futnak, és akkor így nyugodtan segítenek nekik cipőt venni, de ha oda jönnek hozzám, akkor én is a futóklubba el szoktam mondani, hogy kinek milyen cipőt ajánlanék. Most itt nem mondanék márkákat, nem is ez az elsődleges, de hát egy kényelmes cipő elsősorban mindenképp, és el kell kezdeni. Ez az első a cél, hogy el kell kezdeni. És hogyha valaki úgy akarja elkezdeni, mert akkor a kérdésemet megfogalmazom most kicsikét áttételesen. Ha valaki csatlakozni szeretne önökhöz, akkor ezt hogyan teheti meg? Hétfőn 6 órakor a Herman pályán várjuk szeretettel. Nem tudom, ha valakinek Facebook oldala van, akkor a Facebook oldalon a Kocogi név alatt megtalál minket. Ez egy zárt csoport, jelentkezni kell, és én, illetve vagyunk egy páran, akik ezt nézzük, és azonnal felvesszük vele a kapcsolatot. Ott elég sok minden le van írva, hogy miről szól ez a csoport, illetve engem is meg lehet ott keresni. Kérdésekre válaszolok. Legyen így, csatlakozzanak minél többen. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük hozzánk. Köszönjük. Néhány fiatal úgy döntött, társas játékokkal hódítják meg a budapesti éjszakát. A Nappaliból indult kezdeményezés másfél év alatt rendszeres programsorozattán nőtte ki magát Budapesten. Esténként már több száz aranyásó, bandita, tehénkereskedő és tünde ül egy asztalhoz. Ez lett a játszóház projekt, amit most Budaörse is elhoztak. A program minden hónap utolsó péntekén várja az érdeklődőket az IFI klubban. A használati eszköz, a jármű és az ilyen természet.
Jó. Hogyha kérdőjelet dobsz, akkor te választod a négy közül, melyiket rakod ki. Kétszerűzőt az pedig azt jelenti, hogy kétszer annyi pontot fog érni. Nem feltétlenül kell ismerni a társasjátékok szabályait, a játékok típusát ahhoz, hogy valaki társashozzon egy kicsit az ifjúsági klub legfrissebb projektjében, a játszóházban. A szervezők azonnal segítenek eligazodni, így bárki könnyen bekapcsolódhat a játékba, mindenféle előismeret nélkül. Itt Budaörsön is ugyanazt szeretnénk nagyjából, mint amit már elkezdtünk Budapesten is több helyen. Szeretnénk egy olyan rendszeres programsorozatot elindítani, aminek a lényege az, hogy fiatalok eljöhetnek és eltölthetik a szabadidejüket valamilyen értelmes tevékenységgel, amik közben jól érzik magukat és megismerhetik egymást. Ez itt most történetesen a társas játékozás. Ti hozzátok a játékot, hogy bárki hozhat, amit akar, hogyha ide eljön és megmutathatja a többieknek, akik kíváncsiak rá? Természetesen bárki hozhat játékot, de alapvetően mi hozunk egy elég nagy csomagot, ami folyamatosan változik, ezt az igényekre tudjuk szabni, de bárki hoz játékot, akkor azt szívesen látjuk. Mi ezeket válogattuk ki, amik szerintünk az alkalomra a lehető legjobbak. Gyertya. Kócs. Óra. Az első alkalomra 25-30 társas játékkal készültek a szervezők. Ezek közül bárki bármelyiket kiválaszthatta, és akár órákon keresztül játszhatott vele, ha a kedve úgy kívánta. 7 évestől bármeddig jók ezek a játékok, szóval minden korosztályra megvan a megfelelő. Van sok kooperatív játékunk, ahol együtt tudnak dolgozni játékosok, van sok könnyedebb parti játék, amik arra jók, hogy egyrészt nagyon könnyű megtanulni őket, gyorsan be lehet jönni, és összehozzák kicsit a társaságát, és van néhány komolyabb stratégiai játék, amivel hosszabb időt el lehet tölteni. A klubot, ha tetszik a fiataloknak, minden hónap utolsó péntekén rendezik majd meg az ifjúsági klubban 14 és 21 óra között. A Budaörsi TV műsorának folytatásában néhány perc múlva Boros Lajost láthatják, ő lesz ma Bétót László vendége, de még előtte programajánló. Kézműves szakkörre hívja a gyerekeket a Városi Könyvtár szombaton 10 órára. Ezen a foglalkozáson őszi csipesz figurákat készíthetnek papírból, vágással, ragasztással. De a Régészeti Múzeum családi játszóházát is választhatják a gyermekek, szintén szombaton 10 órától. Ennek őszi asztali díszek készítése a témája. Minden Honda rajongót és érdeklődőt szeretettel vár a Tuti Honda autó és motor találkozó a Csiki Pihenőparkban szombaton 9 és 18 óra között. A szervezők célja, hogy összehozzák és erősítsék a hondások közösségét. Az ázsiai kultúra jegyében különleges táncokkal, ruhákkal és ételkóstolóval kedveskedik a családoknak az IFI Klub a Csodálatos Ázsia elnevezésű rendezvényén szombaton 10 és 13 óra között. A belépés ingyenes. A hétvégén gazdag színházi kínálat várja az érdeklődőket. Szombaton 19 órától a Fiatal Novícia történetét elmesélő Muzsika hangja című előadást nézhetik meg a Latinovic Színházban. Vasárnap 11 órától a gyermek közönségnek nyújt kellemes kikapcsolódást a Kishableány színházi feldolgozása az IFI Klubban, valamint szintén vasárnap 15 órától a János Vitézre is beülhetnek a Latinovicba. Hétfőn 19 órára pedig Agatha Christie nagy sikerű egérfogójára válthatnak jegyet. Műsorunk elején összefoglaltuk a közmeghallgatáson elhangzottakat, de teljes egészében meg is ismételjük közvetítésünket, hiszen az élőadás néha szakadozott a közvetítő vonal hibája miatt. Igaz, nem csak a fórumot, hanem minden heti műsorunkat megismételjük, egymás után láthatják a hétfői, a keddi, a szerdai, aztán a csütörtöki, végül pedig a pénteki műsorunkat. Szombaton és vasárnap is reggel 8 és este 5 órakor kezdődik az ismétlés. Nézzék meg, ha lemaradtak valamiről. Egyébként pedig az elsős idő ellenére kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!